Jó napot kívánok, Nagy Márk vagyok a Szegána Kft-től, és szeretnék bemutatni egy különlegességet. A finn Junkari gyártónak egy különleges gépét, a W600-as mechanikus gabonavetőgépét. Ebben ez különlegesség azért, hogy 6 méteres munkaszélességgel, mechanikus vetőgép, tudtommal nincsen másik a piacon. Ennek is majd körben nézzük, hogy mi a különleges megoldása, és hogy lehet ekkora munkaszélességgel, ami ráadásul felcsukható is, tehát közúton szállítható, ezzel egyszerre mechanikus a vetőgép. Illetve ez a vetőgép család két tagból áll, mert van a 6 méteres, illetve a 7 méteres munkaszélességű tagja. Kezdjük először is, hogy miért ilyen hatalmas nagy. Maga a magtartály az 7150 literes, vagyis hogy kombinált vetőmag, illetve műtrágya tartály. Tehát, hogyha ide állok mellé, azért látszik, hogy ez egy hatalmas gép. Egyébként szállításhoz szépen fölcsukható, és 3 méteres munkaszélességgel szállítható. De mi a jelentősége egy ilyen vetőgépnek? Miért érdemes egyáltalán nem a hagyományos pneumatikus megoldást, hanem ezt a mechanikus vetőgépet megvenni? Ezt is érinteni fogom itt a bemutató során. Ennek a gépnek az egyik különlegessége, mivel direktvető gépről beszélünk, ezelőtt van egy tárcsa, ez egy 450 mm-es tárcsalap, karbantartásmentes csapágyazással. Junkariról azért tudni kell, hogy ez egy top kategóriás vetőgép, tehát mindenből a legjobb minőséget, SKF csapágyakat használnak, karbidacél csoroszjákat, tárcsalapokat, azért, hogy mint a nagy gazdáknak készítik a gépeket, hogy ez mind tartós legyen, és sok-sok évig, sok-sok hektáron keresztül szolgálja a gazdákat, a tulajdonosokat. Tehát a tárcsa után van egy keréksor, egy ezzel is tudom egyszer fölvenni a munkamélységet tartani. És ehhez képest hézagolókkal állítom a csoroszját, hogy mennyire nyomja a talajba, illetve ezek a csoroszják, itt hogyha megnézzük, hátul magnyomókerékkel föl vannak szerelve, két tárcsás csoroszjás, normál 12,5 centis sortávolsággal van, és ami érdekesség, hogy mindegyik laprugóra van szerelve. És ezt központilag tudom állítani hidraulikusan a csorosznyomást. Tehát ezek is SKF csapágyazással, karbidacél tárcsákkal vannak szerelve. Maximális csorosznyomás csorosziánként 100 kg. Tehát igen nagy csorosznyomással tudnak dolgozni. A magnyomókerék nem csak a talajmag kontaktust javítja, hanem a precízen segít beállítani a mélységet, a vetési mélységet. Tehát olyan növényeknél például, mint a repce is, nagyon szép, egyenletes vetési mélység állítható be. Maga a gépnél a szabályzás, tehát itt föntről a tartályból, a tartályban egyébként van egy csiga, az emeli föl a vetőmagot, tehát első oldalra a vetőmagot azt ez a sor, itt az előrébb lévő sor állítja, itt látszódnak a magadagolók, tehát ott látszódik az apró mag, illetve hagyományos módon, tehát ezzel a pöcök elhúzásával vehetem szabadon, és akkor nem fogja vinni a gabonát. Tehát így megviszi a nagy kereket is, tehát ilyenkor már érződik, hogy akad.
Jó, itt hátul van a műtrágya, az adagolója, ez pedig látszik, hogy egy ilyen cellás kerék viszi. De hogy jut ide a tartályból maga az anyag? Tehát a tartály hátsó részébe, abba a vetőmag, ott gravitációs úton lejut ide a szárnyakba, és a szárnyakból, itt hogyha nézzük a kamerával, itt szépen hordja végig, tehát hordja keresztbe, hogy itt mindig legyen anyag, a csigák. Egyébként egy olyan 15-20 liter per perc teljesítményű hidraulikus igénye van ennek a vetőgépnek, tehát nem kell hozzá kardán csatolni, nem kell hozzá nagy ventilátor, hanem mindössze ez a hidraulikus teljesítmény kell ahhoz, hogy ezeket a csigákat hajtsa, hogy folyamatosan legyen anyag a magadagolóknál, ugyanígy a műtrágya esetében az pedig előről egy nagy csiga viszi ide föntre az anyagot, itt ebből szépen gravitáció lehozza, és ugyanitt is a csiga hordja szét az anyagot. Tehát ezek a csigák. Hogy legyen mindig anyag, illetve van itt egy érzékelő is a végén, a szárnyak végén. Ez pont azért van ott, hogy belülről a fülkéből lehessen tudni, hogy végig a szárnyakban teljes egészében van anyag. Tehát ez belülről, hogyha véletlenül nem lehetne ott anyag, akkor nem is tudna vetni, vagy nem tudna kijuttatni, az probléma lenne, ezért szereltek ide föl külön érzékelőt. A gépnél magának a kalibrálás, a szabályzás az izobuszon keresztül történik, fokozatmentes hajtómű van, mind a mag, mind a műtrágya hoz kapcsolódóan, és ezekkel az aktuátorokkal lehet állítani. A gépnél, hogy hogyan működik, gyakorlatilag amikor szétnyitom a gépet, elindítom a hidraulikát, küldök olajat a gépnek folyamatosan, hogy a csigák működjenek, amint itt kap az érzékelő, érzi a kijutatandó műtrágyát vagy vetőmagot, onnantól lehet indítani a vetést. Hogy hogyan fejezem be a vetést, az pedig gyakorlatilag le kell állítani magát a csigát, és egy néhány száz méter múlva elfogy az anyag a szárnyakból. A maradék anyag, hogyha fölcsukom, akkor pedig ide össze tud gyűlni alulra. És utána, hogyha megyek a következő táblára, utána a csiga megint ki fogja vinni szépen a szárnyakra. Mondtam, hogy miért érdemes ezt a vetőgépet választani, a mechanikus kijuttatást, nem pedig egy pneumatikus. Mik ennek az előnyei? Egy nagy előnye például, hogy azonnal kezd el vetni a gép. Tehát ahogy elindulok, kapja a sebességjelet, a kiadagolást, és már egyből fog kijutni a vetőmag. Tehát nem lesz az, hogy a különböző csőhosszok miatt nem egyszerre indulna meg a vetés, illetve hogy az egyes csövek, mint a pneumatikusnál, hogy eldugulnak, bizonyosak, nagyon hosszúak, tehát emiatt nincsen gond. Illetve nagyon nagy vetési sebesség lehet ezeknél a gépeknél, mert gyakorlatilag a nagy sebességnek nincsen semmi akadálya, hogy akár 20 km per órával lehessen, csak egy nagyon nagy sebességet mondtam,
akár 20-szal is lehet vele vetni, hogyha a talaj megengedi, mert a magadagolásnak nincsen ilyen szempontból határa, hogy mint például egy pneumatikusnál, hogy egyszerűen a magadagoló, a cellás kerék már nem képes olyan mennyiséget kijuttatni. Illetve maga a kardánhajtás is, ezen nem kell semmit kardánnal hajtani, nem kell ventilátort hajtani, és ezért ez nem vesz le a traktor teljesítményéből. Gyakorlatilag a gyári ajánlás alapján már egy 135-150 lóerős traktorral lehet egy ilyen vetőgépet üzemeltetni. Hogyha nincs rajta a tárcsa, persze a tárcsa az még plusz teljesítményt igényel, tehát ebből a tárcsával egy olyan 200-250 lóerős traktort javasolunk a gép üzemeltetéséhez. Jó, amennyiben bővebb információkat szeretnének a Junkari vetőgépekkel kapcsolatban, kérem keressék fel honlapunkat, a www.szegana.hu honlapunkat, keressék meg üzletkötőinket telefonon vagy e-mailbe, illetve hogyha tetszett videónk és másik újdonságainkra is szeretnének videókat megnézni, iratkozzanak föl, és akkor nem fognak lemaradni a következő újdonságainkról. Köszönöm a figyelmet!